Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő terve, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy hozzád szól, hiszen nincsenek véletlenek. A jó Isten ide vezetett téged hozzám. Viszont, ha te egy személyes jóslást szeretnél, mint például ezt a három kérdőjeleset, megvan arra a lehetőség, hogy e-mailen keresztül felvedd velem a kapcsolatot, és megrendelheted ezt a személyes jóslást. A díjam, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint. És most megnézzük az ő gondolatát. Itt látható egy fiatal férfi. Természetesen jelentheti azt, hogy fiatalabb, vagy megvan ez a fiatalos kisugárzás. De érezhető az is, hogy ő még olyan kicsit bizonytalan. A kezében van ez az arany kehely, amit majd át fog nyújtani számodra, és jelenti az érzelmeket, tehát érzelmekkel közeledik hozzád ez a terve, de először úgy még vizsgálgatja ezt az aranykelyhet, tehát még át kell néznie bizonyos dolgokat. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható a terülj asztalkám. Ez lehet egy ünnepség, ez lehet egy meghívás, ez lehet a család, viszont itt ezen a helyen nem érzi jól magát. Itt még vannak nehézségek, korlátozások. Ő úgy érzi, hogy kifele mindig úgy kellene azt mutatni, hogy minden rendben van. Itt van a terülj asztalka, de nem így érzi belülről. Lehet, hogy vannak csalódások, de nem mutatja ezt ki. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt az érmék jelentik azt, hogy mennyire értékes vagy számára. Itt gyümölcsözik valami, kivirágzik valami, van jövő. Sőt, az érmék jelentik a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Itt még érzelmekről van szó, vágyakról, és itt ez már megvalósítható. De te is benne van, vagy egy szükös helyzetben, vagy nem érzed jól magadat a munkahelyen, vagy azt is jelentheti, hogy nem tudod elképzelni, hogy ebből a kapcsolatból lesz egy stabil, tartós párkapcsolat. Holott a lehetőségek ott vannak. A következő kártya mutatja azt, hogy mi fűz össze benneteket. Ő még olyan visszahúzódó, meditál valami felett, kell számára az egyedüllét, a nyugalom, de vannak elképzelések, amit itt ez a kép mutat a piros szívvel. Tehát megvan a szerelem, megvan ez a vágy, ami összeköt benneteket. A probléma az, hogy ő olyan visszahúzódó, és nem mutatja ezt ki, nem mondja ezt ki. De higgy ebben, bízz ebben a szerelemben. Ez idő kérdése, de itt ki fog virágozni valami, gyümölcsözni fog valami. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!